Ezek a felvételek az elmúlt évek sportábodainak eseményeit rögzítik. Láthatóan a résztvevők nagyon élvezik a lehetőségét, hogy sokféle mozgásformában belekóstolhassanak. Még a vírusjárvány megjelenése előtt elkezdődött a szervezés az idei programra. És félő volt, hogy bár szépen jöttek a jelentkezések, elmarad a tábor. A jelenlegi helyzetben azonban már biztosan megtelik a bonyhádi sportcsarnok. Remek esemény, imádjuk, nem csak a résztvevők, hanem mi is, szervezők. Szülők és a gyerekek már várják, és már télen akarnak erre jelentkezni. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy napközis jelleggel, tehát az azt jelenti, hogy 8-kor a szülő leadja a gyermekét, este 16 óra körül érte jön, vagy délután, és mi addig itt el vagyunk vele. Mozgunk, sportolunk, túrázunk, focizunk, röplabdázunk, kézilabdázunk, és strandra lemegyünk fürdeni, úgyhogy ez igazából egy nagyon tartalmas program. A célunk ezzel az, hogy a nyári szünidőben a szülőknek egy kicsit segítsünk a gyermekfelügyeletben. Ugyanakkor az is cél, hogy a gyerek holtfáradtan érkezzen haza, ne legyen már kedve semmihez otthon, ne legyen kedve rosszalkodni, idegesíteni a szüleit, úgyhogy így telnek a mindennapjaink itt a sporttáborban. Van a tábornak egyfajta utánpótlás kutató arca is. Olyan ez, mint egy sportágválasztó. Volt már rá példa, hogy valaki eljött ide a táborunkba, és utána kezdett el például kézilabdázni, mert annyira tetszett neki a bemutató edzés. És igen, ez kicsit egy sportágválasztó, az első és másodikos gyerekek annyira még nem ismerik ezeket a sportágakat, hogyha leginkább itt a strandröplabdáról vagy a strandlabdarúgásról beszélünk. A különböző korosztályokat nem lehet összeengedni, hiszen másképp focizik vagy kézilabdázik egy negyedikes, mint egy hetedik osztályos. Ezért is alkalmazunk szakképzett edzőket, illetve pedagógusokat, akik foglalkoznak velük. Ugye délelőttönként vannak a szakedzések, testnevelő tanárok és oklevéllel rendelkező edzők tartják a gyerekeknek a délelőtti foglalkozást, és délután, egy jó kis ebéd után szoktunk számháborúzni, vetélkedők vannak, kézműves foglalkozások, pingpongozunk, sorversenyeket tartunk, igazából mindent csinálunk, amihez kedvünk van. Állandóan folyamatosan csörög a telefon, írják az e-maileket, hogy mi is szeretnénk jönni. Ugye ez a 2020-as év ilyen szempontból egy különleges, hiszen a járványhelyzet miatt most a szülők különösen le vannak terhelve. Itt kevesebb a szülőknek már a szabadság, úgyhogy én azt gondolom, hogy az idényre megtervezett két sporttábort, azt teljesen meg tudjuk tölteni. Az első az július 13-ától 17-ig fog tartani, a második augusztus 3-tól 7-ig. Minimum 15 fővel tervezzük elindítani a tábort. Én azt gondolom, ismerve a mostani helyzetet, hogy azért ennél jóval többen lesznek. A szülő, aki egy ilyen táborba elhozza a gyermekét, szentségtörés is lenne, hogyha idehozná valami kommunikációs eszközzel. Tehát ha ilyenre sor kerülne, akkor nyilván elvennénk tőle, és a nap végén visszakapná.